harmadik edzői időszakát tölti a Balkány kispadján Mirgai László, akinek irányításával úgy vágott neki az idénynek a csapat, hogy a mezőny első felében végezzen, a lehető legközelebb a dobogóhoz. A megfiatalított együttes a bajnokság első felében elérte célját, a hetedik helyen várja a folytatást, köszönhetően többek között egy hétmeccses veretlenségi sorozatnak. A listavezető Spari 2 kiemelkedik a mezőnyből, 9 ponttal vezet a második vásáros namény előtt. A harmadik helyezett Mándoktól 5 pont távolságra van a Balkány, és az edző szerint voltak olyan meccseik, amelyeken megszerezhették volna ezeket a pontokat. Negatív irányba kettőt is tudnék mondani, a Gyulaháza, sajnos az nagyon nagy kudarc volt itthol, és hát Kemecsén szintén kikaptunk, 2 olyan csapat, akit meg tudtunk volna fogni, helyzetek alapján is. Én azt gondolom, hogy ott nem voltunk elég kiélezettek, inkább tompák voltunk, különösen a helyzeti használásnál. Aztán ami nagyon-nagyon nagy bravúrnak tartok, az a vásáros namény elleni 3-0-ás győzelmünk, ahol a második helyezett naménynak esélyese volt a gólszerzésre, hát ott kimagaslóan fordbaloztunk. A balkányi házi gólövő listát Vasas Tamás vezeti 9 találattal, megelőzve Kerecsen Józsefet, aki védő létére 7-szer volt eredményes az őszi szezonban. Ebből 5 gól 11-esbe született, de hát ahogy mondani szokták, ezt is be kell lőni. Az mindenképpen egy pozitívum, hogy előrefelé, tehát a támadók felmerik vállalni az 1-1 elleni játékot. Nem véletlen, hogy 5-11-es sikerült kiharcolnunk az ősz folyamán. Ezeket hál' Istennek sikerült belőnöm. Illetve volt egy nagyon fontos találatom az Újfehértó ellen, ami az utolsó percben született, ezzel pontot mentettünk idegenben. Sajnos a maradék egy gól, ami még akcióból, illetve nem is akcióból, szabadrugásból született, az nem ért pontot, mert otthon nem tudtuk megszerezni a 3 pontot a Mándok ellen. Szeretek középhátvédet játszani. Én úgy gondolom, hogy megtaláltam a helyemet, viszont tudni kell, hogy szerettek támadni is, tehát szeretem segíteni a támadásokat. Jól jött ki most ez a fél szezon, szerencsére tudtam hozzátenni a csapat játékában a támadó játékot illetően is. A balkániak nem tétlenkedtek, már a téli szünet elején igyekeztek megerősíteni a csapatot. A kispadunk elég vékony volt, már 4 játékost igazoltunk is, a Újfehértóról Kántor Tamást elhoztuk, illetve a Pallai Bencét, és 2 fiatalt igazoltunk, még a Turlik Dávidot és a Mercs Janit alacsonyabb osztályból. Január 3-án kezdjük a felkészülést, és hát nem Balkányban, mert ott a lehetőségeink ugye nem adottak, bár ha Jóisten is úgy akarja, akkor jövőre talán már elindul egy komoly építkezés, hát reméljük, hogy nem fog megkiúsulni. Biribe menjünk át, és ott a Műfűben fogunk edzeni, és 7 edzőmeccset fogunk játszani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy február közepe, vége fele, ugye kezdődik a bajnokság, ez elég lesz. A Balkány az első tavaszi fordulóban az eddig 1 ponttal többet gyűjtő, 6. helyezett Ibrány otthonában lép pályára.